Jó napot kívánok! Dobrý deň! Így köszöntötte a Nógrád megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke és a Besztercebányai megyei elnök a sajtóképviselőit december 6-án, hangsúlyozva a két megye közötti partnerséget. A sajtótájékoztatón a határmenti együttműködés erősítése és a következő időszak feladatainak áttekintése érdekében tartott megbeszélés eredményeit ismertették. Becsó Zsolt, a Nógrád megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy a 2014-2020-as időszakban a határon átnyúló együttműködésre 30%-kal több forrás áll majd rendelkezésre. Annak érdekében, hogy minél több közös fejlesztés valósulhasson meg, 14 fős munkacsoport létrehozásáról döntöttünk. Ebben képviselteti majd magát többek között a gazdaság és infrastruktúra fejlesztés, a környezetvédelem, az energiagazdálkodás és a vidékfejlesztés, mondta Becsó Zsolt, aki beszámolt arról is, hogy a megbeszélésen európai területi együttműködési csoportosulás létrehozásáról is döntöttek. Ezzel az együttműködés szervezeti, intézményi hátterét szeretnénk kialakítani, mondta a megyei közgyűlés elnök. A sajtótájékoztatón Vladimir Manka, Besztercebánya megyei elnöke örömét fejezte ki a két megye sikeres együttműködése miatt. A jövőben is olyan projekteket szeretnénk kidolgozni, amelyek térségünk gazdasági fejlődését, a munkanélküliség csökkentését eredményezik, mondta Vladimir Manka. A munkacsoport első egyeztetése január végén lesz majd Besztercebányán.